Na, sziasztok, jó reggelt mindenkinek! Miért ezzel a klamerával vezet fel? Hol a telefon? Mit csinálsz? Baszd meg! Mit csinálsz? Szóval azért nem a telefonnal veszem fel, mert ezen, ami van, ezen a Samsungon, szar a mikrofon, te ordítanom kell, és akkor lehet halka hallani, és nagyon szarul. Jó, laptop se sokkal jobb, de legalább nem kell ordítani. Az utcán tiszta szar ezzel úgy telefonálni, hogy megyek, és akkor ordítok a telefonba, hogy egyáltalán menjen át hang, mert nem érzékel rendesen a mikrofon, és egy komplet hülyének néznek az utcán, de azt hiszik, hogy én basszus full hülye vagyok, és hogy miért ordítok a telefonnal, tehát na. A másik telefont pedig elvileg a futár vinné el, de az a vicc, hogy még a mai napig nem hívott, és figyeljetek meg, megint mi lesz. Majd hívnak a izé telefonnak, hogy hívják el tól, hogy a futár már megint panaszkodott, hogy nem tudott elérni. Azt a telefon egyszer nem csörren még meg, egy nem fogadott hívást nem kaptam, szóval nem tudom, hogy ezek mit csinálnak, de hogy verik a tukat, az biztos. Na de nem is ez a mai videó témája, hanem az, hogy a YouTube-on nincs normális tartalom. De komolyan, tehát így felmegyek, és akkor így néznék valamit, valami kis érdekes, vagy szórakoztató, bármi vicces videót, valamit, és a túlerőltetett mémektől kezdve a toplistákon át a mindenféle szarig találok minden hülyeséget, tényleg olyan hülyeségeket, amiket látni se akarok, és gyakorlatilag így fogom a fejem, és így nem tudom, hogy mi az Istent kezdjek magammal. Na most, kicsit részletesebben szeretnék nektek tájékoztatást adni arról, hogy hogyan is tovább, mert mint látjátok, egy ideje sajnos már ez úgy működik, hogy alig van videó, elkezdődött az egyetem, én pedig pusztulok meg. Munka mellett nyilván tudom csinálni, de az egyetem az a baj, hogy itthonra is kiterjed. Tehát itt nem az van, hogy hazajövök, azt pihenhetek meg, mint a nem, hát csináljad, itthon is a sok hülyeséget, basszus. Hát jó, a suli ilyen, most mit tudsz vele kezdeni? Minden esetre szeretném folytatni a YouTube karriert, valamilyen szinten karriert. Mégpedig úgy, hogy mindenképpen szeretném majd felpörgetni kicsikét az eseményeket, a streameket, a mindent. Lesz majd ilyen multi stream, ami egyszerre lesz Twitch-en, Facebookon, meg YouTube-on. Nyilván YouTube-on lesz a fő streamje a dolognak, és majd ott mindenképpen mindenféle programot igyekszek betervezni, de elsősorban az a célom, hogy szeretnék egy közösséget kiépíteni. Mindenképpen. Valamilyen közösségi programokkal, közös játék, ilyesmi, amit nyilván ugye streamelnék is. Viszont az a baj ezzel az egésszel, hogy itt a Kaliba, hát nagyon gyorsan, hát durván gyors, tehát duplá a sebességű, mint otthon, de viszont ha nagyon sokan használják, akkor meg ilyen pár száz kilobájtos kis szar valami, de azért igyekszek majd innen, ha úgy alakul, streamelni, mert úgy vagyok, hogy elvileg hárman lennénk egy szobába. Na most, egy szobatársam van, mert a másik szobatárs, aki velünk lett volna, az elcserélte egy másik szobára a helyét egy másik emberrel, de az a másik embernek nem jó ez a kollégium, és megpróbálta elcserélni a kollégiumát, de nem sikerült, ezért elment albérletbe. Magyarul van egy üres ágyunk, ami nincs senki gyakorlatilag, és van és a másik szobatársam, az pedig gyakorlatilag hétfő estétől van itt szerda reggelig körülbelül, vagy szerda estig. Nem tudom, mert elmaradt egy gyakorlat a szerdán, az nem tudom neki mikor van, de tehát na, ő előadásokra ugye nem jár, hál' Istennek, és de mondjuk én sem nagyon. És az a lényeg, hogy gyakorlatilag hétfőtől van itt szerdáig, szóval amikor nincs itt, akkor szintén lazán tudnék egyet streamelni is, mert közben egyébként barátnémnek meg ugye úgy vannak órái, hogy olyankor neki órái vannak, amikor én tudnék streamelni, és gyakorlatilag ilyen Minecraftot, vagy attól kicsit gyengébb gépigényű játékokat tudnék, talán még az MTA is beleférne. Nézegetem egyébként, hogy mit bír a laptop streamelés szempontjából nem sokat, viszont játékok szempontjából kifejezetten erős. Tehát a Metal Gear Solid 5-tel el tudok egyébként szórakozni. 720p, LOV, ilyen 30-40 FPS-ekkel viszi a játékot, ami azért elég meglepő. Illetve ott van az Unturned, de de komolyan, az Unturned, azt most akartam mondani, hogy abból nem hiszem, hogy tudok streamet csinálni, mert azért eléggé szaggatgatós az is, mert mint tudjátok, baromira optimalizálatlan játék, de abban az esetben mit szólnátok,
hogyha van egy szerver, ez a Mythical 5 EU, Kits, TPA, Tools, stb. Minden kétszeres loot, ilyenek. Ez a szerver neve valami ilyesmi, ingyenes, tehát nem kell hozzá megvenni a prémium verziót. Bár én majd úgy meg akarom venni az internet prémium verziót, mert a laptop egész jól bírja, és nagyon tetszik nekem a játék, tehát komolyan órákat tudok beleölni, úgyhogy ne unjam el magam. Olyan, mint egy Seven Days to Die kerül belőle egyébként, csak kicsit ilyen kockásítva. Seven Days to Die-t is viszi a laptop egyébként, bár online nem merném már nagyon megkockáztatni vele, mert annyira nem fut jól, hogy ha jön valaki, akkor pofán tudjam lőni. Pofán tudjam lőni. Minden esetre Unturned-et egész jól viszi. A médium mapokat egyébként valamikor 60 FPS-sel is viszi, viszont online-ban sajnos csak ilyen 40, meg 30 között ugrál az FPS értékem, de még egyébként az is egész jó szerintem. Illetve, majd ha visszahozzák a telefonom, vagy kicserélik, én abban reménykedek, ki fogják cserélni, mert most ilyen ellenőrzés lesz beadva, de szarul, javították, bla, bonyolult. Kicsit szeretnék több vlogot csinálni, vettem egy ilyet, bár ezt elsősorban nem vlognak használnám. Ezt úgy hívják, hogy selfie bot, aki még esetleg nem látott ilyet, wow, mekkora találmány gyerekek. Na mindegy, vettem egy ilyet. Azért, mert barátnőmmel nagyon sokat szoktunk fényképezkedni. De nem úgy, hogy most hogy ezt kirakjuk Instára, vagy nem tudom, de egyébként, hogyha érdekel esetleg ilyen jellegű kép, akkor talán a beleegyezésével minimális képeket ki lehet tenni, de elsősorban egyébként ilyen saját célra vettem, hogy rengeteg közös képet csinálunk, főleg nyaraláson, meg ilyen helyeken is, akkor, hogy arra az esetre, hogy kicsit több látszódjon a háttérből. Elsősorban arra vettem, mert ugye selfie-ket szoktunk főleg csinálni, mert nem tudjuk. Tehát van egy kameraállványa barátnőmnek, és akkor azt szoktuk csak annyira macera mindig kivenni a tokból, berakni az állványba, hogy feszegetni, hogy odaférjen a telefon, beállítani az időzítőt, beállni, nem látjuk közben magunkat, milyen fejet vágunk, ha szar, akkor újat csinálni, stb. Sokkal macera, ezzel egyszerűbb, de van rajta még egy kis fasz a fényképezőgomb is, meg egy ilyen menő, na, menő, mondom, menő, jackdugó, és akkor ezek tudsz neki küldeni jelet, így megfogod. Én vagyok az a Ribi Stop it. Get some help. Valószínűleg azért feltűnt, hogy vannak ilyen random vágások a videóban. Hát igen, közben én elmászkálok, mert sütök egyébként. Az a jó, hogy itt van a konyha mellettünk, tehát nekem annyiba tetszik jobban ez a kolya, egyébként a Markup 3-ba vagyok most. Annyiba jobban tetszik a kolya, hogy minden izében van saját konyha, viszont annyiba szar, hogy gyakorlatilag semmi nem volt. Egy szar rezsó volt, ami folyamatosan levágta az áramot. Szóval ugye vennem kellett rezsót, a szobatársam hozott mikrót, én most hoztam meleg szendvics sütőt, mert semmi nem volt, szó szerint semmi. Kivéve az a rezsó, de hát ha nem működik, akkor az semmi. Érted? Semmi. És vettünk elosztót, minden. Ez a szoba, ez így tiszta ilyen kommunista szálló egyébként, de annyiba jobb, tehát figyelj, ahol rosszabb, mint ahol előző évben voltam, ott a másik irányba viszont jobb. Tehát a hűtőben van viszonylag bőven helye, jó kettőnek nyilván, de hát akkor is. Tehát így ugye egy kisebb hűtőre, de elvileg hárman lennénk, nem pedig hatan. Így csak hárman vagyunk egy WC-re, a zuhanyzó helyett kád van, és nem áll mindig a víz, mint ott a zuhanyzóba, mert a kád az ugye megfogja a vizet, hál' Istennek. Az ágyaknál nem egy, hanem két konnektor van, viszont annyival rosszabb, hogy magasabban. Szóval ugye, hogyha telefont akarsz tölteni az ágynál, vagy felrakod a polcra, vagy van egy elosztó, ami lelóg, vagy nagyon hosszú töltőkábeled, vagy tehát ilyen alternatív megoldásokkal tudod megoldani. Annyiban rosszabb, hogy ugye két darab NAT csatlakozó van csak, de hoztam routert, úgyhogy azzal meg lehetett oldani, szóval szerintem egész menő. Na mindegy. Annyira elkanyarodtam a témától, mert amúgy végig arról akartam beszélni, hogy a YouTube-on nincs tartalom, és mennyire unalmas, és szeretném egy kicsikét színesíteni a palettát, de végül is beszéltem mindenről, csak erről nem, egy pár szót erről, de ennyi. Hát jó, srácok,
ha érdekelt titeket valami, tudtok valami gyengébb játékot, amit szívesen látnátok, és megnézem, hogy tudom ezt streamelni nyilván, de hogyha van valami kívánság, akkor léci üzenetet, vagy ott az oldalam, oda is jöhet az üzenet, vagy nem tudom. Szóval ahova szeretnétek, küldjetek üzenetet, én azt biztos, hogy látni fogom, már egyébként kaptam privát megkeresést, arról, hogy Photoshop videót csináljak, az tök jó, mert a laptopon egyébként tudok Photoshop videót csinálni, szóval menő a dolog. Na, úgyhogy majd igen, egyébként ne haragudj, az, aki megkerestél még hónapokkal ezelőtt szerintem, vagy valamikor a nyáron, mikor a Minecraftokat nagyba csináltam, megígértem, hogy csinálok egy harmadik részt majd arról, amit kértél, mert ne haragudj, de nem emlékszem, mit kértél, de majd megkeresem a beszélgetést, és csinálok neked arról egy külön részt, illetve fogom majd folytatni ezt a Photoshopos tutoriálos videós dolgot, mert egyébként sok ember kérdezte, meg kérdezget rá egy-két dologra ezzel kapcsolatban, tehát nem csak úgy, csak nyilván ugye ez egy külön kívánság volt tőlem ez a videó, és akkor azért mondom, hogy hát jó, akkor csinálunk még. Úgyhogy akkor várhatok egy Photoshopos videót, illetve hogyha van valami elképzelésetek játékok terén, vagy blogok terén, vagy ilyen fan videók terén, vagy bármi, mint ugye ott volt a Csének a izébe, sajnos Csét azt a laptoppal felvenni nem tudok, mert ahhoz az gyenge, esetleg még egy kodról lehet szó. Kod 4, Kod 2, azokon is szoktunk, fú, de sokat szoktunk fanolni, te atya úristen, rengeteget, basszus, abba ti belelátnátok, tehát tehát ez az esünk hátra a székkel, meg minden, már úgy röhögünk meg. Na. Jó, mindegy. Nem húzom az időt, mert közben már odaég a kaján. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy megnéztétek. Ne haragudjatok a képminőség miatt, majd igyekszem rajta javítani. Az is lehet, hogy be fogom hozni egyébként otthonról a kamerámat, mert úgyis többnyire itt lesz lehetőségem csak videózni, mert hétvégén otthon vagyok, nyilván nem videózni fogok, hanem minden más csinálni, családdal lenni, stb. Bár mindegy. Szóval lehet be fogom hozni majd ezt a kamerát, és akkor azt fogom használni, ez van jó. Na, jó, mentem már, ég a kaja. Na, sziasztok, legyetek jó, iratkozzatok fel, és lájkoljátok a videót.